Az Autista Gyermekekért Egyesület egyik nyertes pályázatának köszönhetően új kültéri fitness eszközt kaptak a Kecskeméti Autizmus Centrumba járó gyerekek, és még virágokkal is szépült az intézmény udvara. Kicsik és nagyok boldogan vették birtokba az új eszközt, és közösen örülhettek a megszépült udvarnak. Az iskolánkra jellemző az, hogy igyekszünk nyitott szemmel járni, és minél több lehetőséget megtalálni arra, hogy plusz forrásokhoz jussunk, amivel a gyerekeket támogatni tudjuk, illetve az iskolában folyó munkát színvonalasabbá tudjuk tenni. És nagy segítségünkre volt ebben a mostani programban is az Autista Gyermekekért Egyesület, aki az egyik kecskeméti multicégnek a pályázatán indult sikerrel, és a vásárlói szavazatok segítségével hozzájutottunk egy nagyobb összeghez. A kicsiknek egy-egy ízletes falat is jutott, finom fánkot kaptak. Rigó Ilona tagintézményvezető elmondta, a Szalagutcai intézmény egy olyan speciális iskolai rész, ahol azok a gyerekek tanulnak, akiknek több segítségre van szükségük. Kecskeméten az autizmus ellátás az egyik legrégebbi Magyarországon, több mint 20 éve működik már, és a teljes életszakaszt, oktatási életszakaszt le tudjuk fedni óvodától a szakiskolai képzésig. Most jelenleg 4 telephelyen dolgozunk, és több mint 120 gyerek jár hozzánk, és ehhez jön még az a létszám, akiket úgynevezett utazógyógypedagógiai ellátásban látnak el a kollégák. A pedagógiai munka célja, hogy a gyerekek a lehető legmagasabb felnőttkori életkilátásaikat érhessék el, és minél önállóbbak legyenek. A speciális nevelési forma drága fejlesztő eszközöket igényel, erre azonban nehéz forrást találni. Minden évben igyekszünk minél nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy az Autista Gyermekekért Egyesületen keresztül így az 1%-okat minél több emberhez eljusson ez az információ, hogy ezzel tudnak bennünket támogatni, illetve közvetlen támogatásokat is szoktunk kapni magánszemélyektől is, cégektől is. A pénzbeli adományok mellett a segítő önkéntes munka, vagy a gyerekek mindennapjait megédesítő hétköznapi apróságok is sokat segítenek.